sztorigál, a nem sztorigál a medvec kilona nélkül. Jó estét kívánok! Jó estét mindenkinek és nézőknek is. Ilona, évről évre követem a ruhakölteményeit, de ez egyszerűen fantasztikus. Meséljen róla egy kicsit. Nagyon szívesen. Ezt egy hihetetlen 22 éves fiatal divattervező, Pomozi Péter tervezte, extra direkt erre a gálára rám, és hogy adjam át a doktor úrnak a ruha teljes alakításáról és kreációjáról a tulajdonképpeni pontos diagnosztizációt, mert a doktor úr ezt hallotta, látta, részben ott volt, részben olvasta, úgyhogy ezt érdemes végighallgatni. Persze, Pomozi Péter, aki Pépó néven állítja elő a ruháit, lézerrel vágta ki marhabőrből ezeket a díszeket, és kézzel van gyöngyözve, és organzából vannak a virágok külön ráaplikálva egy elasztikus felső részre. Mellkosár nélkül készítette el a ruhát, ami hátul összefűzött, az alsó része pedig egy matematikai képlet alapján megtervezett, szaténnel szegélyezett tül, csipke, parabola szoknya, ez a hivatalos elnevezése. Én itt elvesztem a matematikai képletnél. Azzal szerkesztették ki. Csak egy főorvos úr tud ilyet megjegyezni, mert én képtelen voltam. A Pomozi Péter mondta, hogy ez így készült, úgyhogy... Ezt a férfiak jobban meg tudják jegyezni, mi pedig jobban tudjuk viselni. Ilona, árulj el nekem, mi a titka? Én így szeretnék kinézni. Mindenki ezt kérdezi. Semmi különösebb titkom nincs, egyszerűen élem a saját egyszerű hétköznapjaim. De állandóan mindenkinek azt mondom, hogy... Tegyen egy célt maga elé, minden nap, és azt teljesítse. És olyan feladatai legyenek, ami úgy elmében, mint fizikálisan, tehát az elme és a fizikum balanszba legyen. És ha ez sikerül, akkor semmi baj. Ezt mindenféleképpen megfogadom, és jövőre nagyon várom a következő ruhát, remélem sikerül elcsípnünk. Hát nem tudom, majd meglátjuk. További jó szórakozást kívánok, köszönöm az interjút. Köszönöm, és viszont hallás, látásra.